Kerékpárút. A Kígyó utcán kialakított kerékpárút a közvéleménnyel ellentétben a közúti közlekedés szabályainak megfelelő. Petíció a magyar gazdákért. Az uniós agrártámogatások csökkentése ellen küzd a Nemzeti Agrárkamara. Felújítják a járási hivatalt. 540 millió forintból korszerűsítik és átépítik a nyírbátori járási hivatalt. Petíciót indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Sok ember munkája és megélhetése kerülhet veszélybe a mezőgazdaságban, ha az Európai Bizottság terveinek megfelelően 2020-tól csökkennek az uniós támogatások, közölte Rácz Imre megyei elnök. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara éppen ezért petíciót indított, amelyre május elejéig várják az aláírásokat. A cél, hogy együtt védjék meg a magyar gazdákat, illetve a hazai és az európai agrárgazdaságot. Bár jelenleg a magyar mezőgazdaság fejlődési üteme az egyik leggyorsabb az EU-ban, 2020-tól szűkülhetnek a lehetőségek az agráriumban. A következő uniós ciklusban ugyanis kevesebb pénz juthat az ágazatnak, amennyiben elfogadják az Európai Bizottság terveit. Magyarország jelenleg 17%-kal egészíti ki az uniós forrásokat, de cél, hogy ez a szám 30%-ra emelkedjen, így hazánk az EU-s pénzek megvágásával is tarthatná ezt a szintet. Olyan kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, főleg azok a megyék, ahol ilyen arányú a zöldséggyümölcs termesztés, vagy tehetjük hozzá a dohányt is, itt, hogy egy támogatás nélkül nem tudja elviselni ez az ágazat, ezért létfontosságú ez. Ha pedig arra gondolunk, hogy egy bizonyos területen nekünk még többet kellene a népességi arány növekedése miatt termelni, akkor itt beruházni kellene, öntözésfejlesztés kellene, technológiai váltás kellene, az elképzelhetetlenség egy olyan ágazatban, ahol már hónapra élnek a gazdálkodók. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara petícióval nyilvánítja ki álláspontját a támogatások csökkentése ellen, ezt május 3-áig lehet aláírni. Egyénben egy hét alatt több mint 4000-en csatlakoztak, országosan pedig már 18 000 felett jár a szignók száma. A cél, hogy közösen védjék meg a magyar gazdákat, illetve a hazai és az európai agrárgazdaságot. A tájékoztatón az alma helyzetről is szó esett. Itthon 100 000 tonnával több van a gyümölcsből betárolva, mint amennyi a hazai szükséglet. Nagyon nehéz ezzel most a piacon helyet találni ennek a gyümölcsnek, mivel egész Európában túltermelés volt maga az alma gyümölcsből. Ugye megpróbálná így az Agrárkamara ezt egy szociális programon keresztül maga a családoknak szétosztani ezt a gyümölcsöt, hogy ebbe kérnénk a kormány segítségét. Kidolgoztunk egy olyan programot, hogy akár húsvétra vagy azelőtt egy ilyen 5-6 kilós csomagokba tudnák a rászoruló családokat és minden családot ilyenkor tavasszal friss gyümölcshöz juttatni. A kamara célja a feldolgozó kapacitás növelése. A tervek között szerepel egy zöldséggyümölcs feldolgozó üzem létesítése is a megyében egy zöldmezős beruházás keretében. Ennek helye még nincs meg, de mindenképpen olyan helyszínt keresnek, ahol a későbbi bővítésre is lehetőség lenne. Egyúttal 5-6 felvásárlóközpontot is létrehozzának, innen történne a beszállítás a feldolgozóba. Elkezdődtek a nyírbátori járási hivatal leendő épületének átalakítási és felújítási munkálatai. Az 540 millió forintos beruházás várhatóan ez év szeptemberére elkészül. A fejlesztés eredményeként már egy korszerű, modern, minden igényt kielégítő épületben kezdhetik meg a munkát a hivatal dolgozói. Elkezdődött a nyírbátori járási hivatal új épületének átalakítása. Itt folyhat majd az a hivatali munka, amit eddig a városban több helyen, illetve szűkösebb körülmények között végeztek a kormányhivatal dolgozói. A beruházás anyagi hátterét két forrás biztosítja. Egyrészt egy uniós forrásból energetikai megújítás keretében 140 millió forintot költünk erre az épületre, másrészt pedig hazai forrásból további 400 millió forintot, ami pedig azt a célt szolgálja, hogy egy megújult, modern, a kornak megfelelő állapotú épület legyen. Ennek nagyon sok összetevője van a tetőcserétől az épületgépészeti munkálatokig. Reményeink szerint szeptemberre ezt az épületet már el tudják foglalni kollégáink. Erre a fejlesztésre már több éve vár a város. Az új járási hivatalt a régi rendőrségi épületben alakítják ki, ami teljes körű felújításon és átalakításon megy keresztül.
A költözés a nyírbátori kormányablakot nem érinti, az a régi helyén marad, viszont az összes többi hatósági szerv ide költözik majd. A városban több helyen működik a járási hivatalnak, például a népegészségügyi szervezete, az állategészségügyi szervezete, meg hát a hatósági osztályok a városházán, azok fognak a mögöttem lévő épületbe beköltözni, és ilyen formán véleményünk szerint a 21. század színvonalának megfelelő ellátást fognak kapni a kedves nyírbátori, illetve a nyírbátor járási emberek. Az új hivatali épülettel megoldódik a helyhiány, mivel jelenleg a polgármesteri hivatal épületében működik a járási hivatal is. További előny, hogy az épület elhelyezkedése is nagyon kedvező. A vasútállomástól és az autóbuszállomástól csupán néhány száz méterre található. Ezáltal az ügyintézés a járás minden polgára számára könnyen elérhetővé válik szeptembertől. 1917 óta világszerte, Magyarországon pedig 1948 óta ünneplik március 8-án a nőket, abból a célból, hogy kifejezzék a nők iránti tiszteletet és megbecsülést. A nőnap tehát eredetileg nem a virággal és csokoládéval kedveskedés napja volt, hanem a nők egyenjogúságáért és a szabad munkavállalásukért indított mozgalom ünnepe. A gyengébbik nem jelző manapság már nem állja meg a helyét, hiszen a nők munkában betöltött szerepe és a női vállalkozások világszerte fejlődést mutatnak és kiemelkedő sikerek fűződnek hozzájuk. A női tulajdonú vagy nők által vezetett vállalkozások szempontjából Magyarország az előkelő 12. helyen szerepel a Mastercard női vállalkozói index 57 országot vizsgáló listáján, annak köszönhetően, hogy hazánkban 28,1% ezen cégek aránya. Hazánk vezető nagyvállalati inkubátorának tapasztalatai szerint ugyanakkor a női vállalkozások aktív részvétele a startup közösségben is megfigyelhető, aminek hátterében az állhat, hogy a nők legalább olyan szívesen alapítanak vállalkozást és valósítják meg álmaikat, mint a férfiak. A KRESZ szabályai szerint a gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpatkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie, ezért a Kígyó utcai kerékpárút, aminek a fotója bejárta az internetet, valójában szabályos kialakítású. Ez is része volt annak a 1,5 milliárd forintos toppos pályázatnak, amelyet Nyíregyháza önkormányzata nyert el 2016-ban a fenntartható város közlekedés fejlesztésére. Pár napja ezzel a fotóval volt tele a közösségi média, az ellenzék is értetlenül állt a furcsa látvány előtt. A Kígyó utcai kerékpárút fotóját sokan próbálták értelmezni komoly és viccesebb kommentekkel egyaránt. Volt, aki azt írta, nem a csíkkal van gond, a kerítést tették rossz helyre, de volt, aki rávilágított, máshol is van ilyen a városban. Ugye én nem vagyok közlekedésmérnök, de azért az világossá válik, hogy az elválasztás az egyik felére a gyalogosokat jelöli ki, a másik felére pedig a kerékpárosokat. Tehát egyértelműbbé kellett volna tenni a jelzésekkel, akár úgy is, hogy a KRESZ jelzésein felül kiegészítéssel él a jelzéseket elkészítő, hogy onnantól kezdve, ugye attól a bizonyos csomóponttól kezdve már közös használatú ez az útfelület. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy egyébként elég keskeny ahhoz, hogy biztonságos módon gyalogos és kerékpáros közlekedés bonyolítson le ez az aszfaltfelület. Mi is utána jártunk, hogy ezt miért így alakították ki, és hogy szabályos-e. A Debreceni út Kígyó utcai csomópont átépítése során a Kígyó utca déli oldalán két irányú forgalom lebonyolítására alkalmas kerékpárút épült, mintegy 243 folyóméter hosszban, a víztoronytól a Kígyó utca 4 számig. Ez a kerékpárút csatlakozott az Arany János utca Szarvas utcai körforgalom átépítése során már korábban megépített azonos oldali kerékpárúthoz. A KRESZ 21. paragrafusának első bekezdése kimondja, hogy a gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs a leállósávon, az útpatkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie. Így tehát, bár a tábla nem jelzi, ezen a kerékpárúton közlekedhetnek a gyalogosok. De akkor mire szolgál a sárga vonal a házak mellett? Kijelölt sárga burkolati jelszél, az a 35 cm széles sáv, az valójában csak egy biztonsági sávként nevezett létesítmény, tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos szélesebb
babakocsival közlekedik rajta valaki, vagy bármi, vagy hogyha kilépnek az ingatlanba az ingatlan tulajdonosok, ne az legyen, hogy egyből a kerékpárútra lépnek ki. Tehát az nem gyalogosok közlekedésére kijelölt burkolatfelület, hanem az csak és kizárólag az épület és a kerékpárút között kijelölt biztonsági sáv. Az elkészült kerékpárút, a jelölése és a használata tehát szabályos a Kígyó utcán. Mozgalmas időszak várható a mezőgazdasági géppiacon a folyamatosan élénkülő keresletnek köszönhetően. A szezon kezdetén egyre nagyobb az érdeklődés a használt és az új gépek iránt. A traktorok mellett a permetezők, valamint a szántóföldi és a kertészeti munkagépek a legkelendőbbek. A tavasz beköszöntével elkezdődtek a mezőgazdasági munkálatok. A hatékony munkavégzéshez pedig kiemelten fontos, hogy a szükséges erő és munkagépek rendelkezésre álljanak. Ezek beszerzését már elkezdték a gazdák, ezért élénkebb forgalom tapasztalható a kereskedőknél. A legtöbben a 80 és 120 lóerő közötti traktorokat keresik, de nagy az érdeklődés a munkagépek iránt is. Hogy minden évben lenni szokott, ismét megérkezünk a tavaszhoz. Ilyenkor a gazdák elkezdik ugye gondolkodni abban, hogy milyen vetőgép, vagy hát milyen gép egyáltalán szükséges most a mostani szezonra. Ilyenkor szoktak vetőgépet vásárolni, már előre gondolkodnak permetező, sorközművelő, kultivátor, és adott esetben éppen erőgép után is. A kertészeti és az állattartó pályázatok kapcsán 2017 végén születtek meg a döntések. A nyertes pályázók közül azonban még nem mindenki szerezte be a megpályázott eszközöket, így ők is most kereshetik azokat. A mezőgazdasági eszközök kiválasztásánál érdemes figyelembe venni a megfelelő szervizhátteret és az alkatrészellátást is. Alkatrészfonton erősítünk, mert látjuk, hogy a gazdáknak igazság szerint igényük van arra, hogy a meglévő gépeiket szervizeljék, és ahhoz ugye alkatrész kell. Az alkatrész meg akkor jó, hogyha van azonnal, tehát most ebbe az irányba próbálunk mi is berendezkedni. A fejlett technika betört a mezőgazdasági gépek piacára is. A gazdák egyre inkább elindultak a precíziós gazdálkodás irányába, ezáltal egyre nagyobb teret nyelnek az ezzel kapcsolatos eszközök. A modern technikát igénylő sorvezetők és permetező szakaszolók lassan minden gazdaságban megtalálhatóak lesznek, tette hozzá Vasottó. 10 iskola, 40 tanulója vett részt az idei megyei középiskolai rendészeti csapatversenyen Nagykádúban. A tanulók elméleti, műveltségi és gyakorlati, valamint fizikai feladatokban mérték össze tudásukat az egésznapos rendezvényen. A pénteki verseny a regionális és az országos csapatversenyekre való felkészülésként is szolgált. Köszöntőkkel, majd eligazítással kezdődött a megyei középiskolai rendészeti csapatverseny, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság és a Máté Szalkai Szakképzési Centrum közösen szervezett a nagykállói Budai Nagy Antal szakgimnáziumban. A csapatok a megye különböző településeiről érkeztek, olyan iskolákból, amelyekben rendészeti szakképzés is folyik. 10 iskola, 40 tanulója fog majd részt venni ezen a versenyen. És ami miatt fontos, hogy a nem sokára megrendezésre kerülő regionális verseny, ami Miskolcon van a helyszíne, egy felkészüljünk, egy erőfelmérés, egy fényképet készítünk arról, hogy hogyan állnak az iskoláink ezen képzés területével, hogy tudnak a gyerekek elméleti és gyakorlati fizikai számokban teljesíteni, és még van idő arra rákészülni, hogy a miskolci versenyen a megyei csapatok még jobban szerepeljenek, aztán természetesen országos felfutása van. Az első versenyszám a műveltségi és az elméleti tudásról szólt. A 4 fős csapatok rendészeti, büntetésvégrehajtási és katasztrófavédelmi kérdésekből összeállított tesztsort kaptak, melyet közösen kellett megoldaniuk. A verseny és a versenyszám célja a megmérettetésen túl, hogy a diákokban erősítse a csapatmunkára való képességet, valamint az összetartozás érzését is. A rendészeti pálya ezen belül a rendőrségnek a kötelékébe való felvételiző állománynak a hozzánk csalogatása nyilván cél, nem csak a rendőri munkában, hanem egyébként a pályaorientációs képzések során is, így a versenynek is nem titkolt szándéka az. Egyrészt felkészítsük a jelentkezőket és ebben a képzésben résztvevő osztályokat, illetve iskolákat az országos megmérettetésre, hanem az is, hogy egy megyei szinten, akik ebben a pályorientációs képzésben részt vesznek, azok össze tudják mérni tudásukat, és kellő tapasztalatot szerezzek annak érdekében, hogy minden eredményesebbek legyenek az országos versenyen.
Megyeszerte 11 középiskolában folyik rendészeti képzés, melynek keretében nem csak a rendőrségi, hanem a katasztrófavédelmi és büntetés végrehajtási feladatokra is felkészítik a diákokat, mondta el Usztics Attila alezredes. Hozzátette, az ágazati képzésen belül új képzési formaként a rendészeti őrképzést is választhatják a tanulók, akik mindössze 3 év tanulás után már munkába is állhatnak. Nem érdemes a gépjárművek eladásakor a kilométerszámláló műszerrel trükközni, hiszen a műszaki vizsgáztatáskor a járművek aktuális kilométerállását rögzítik, így legkésőbb a következő műszaki ellenőrzéskor kiderül a turpisság, áll a nyíregyházi járási ügyészség közleményében. Így bukott le egy gépjármű tulajdonos és egy nyíregyházi székhelyű autókereskedő, akik az adásvételi szerződés megkötésekor megállapodtak, hogy a valós több mint 400 ezer kilométeres óraállás helyett a szerződésben jelentősen alacsonyabb, valamivel több mint 200 ezer kilométeres óraállást rögzítenek, mert a valós értékkel a jármű nehezen lenne tovább értékesíthető. A hamis adatokat tartalmazó szerződést az okmányirodába is benyújtották. Az autókereskedő a valótlan értékhez igazította a mérőműszert, majd így értékesítette a járművet, ezzel a jármű kelendőségét előmozdítva a gyorsabb és nagyobb bevétel érdekében. A nyíregyházi járási ügyészség a napokban mindkettőjükkel szemben vádat emelt, tettükért akár 1 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A Füsti és a Molnár fecske hazai állományának mintegy fele tűnt el az elmúlt 15 évben. A klímaváltozás első áldozatai lehetnek ezek a hosszan vonuló fajok. De a legfontosabb tényezője a fecskék eltűnésének maga az ember, azzal, hogy leverik a fészkeket, közölte a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület nyíregyházi elnöke. Mindez oda vezethet, hogy 2020-ra teljesen eltűnhetnek hazánkból a fecskék. Egy fecske egy hazánkban töltött szezon alatt mintegy 1 kg rovart fogyaszt. Így egyszerűen kiszámolható, hogy 2-3 millió madár mennyi nem kívánatos rovartól, mint például a szúnyogtól vagy a legyektől szabadítja meg az embereket. Azzal, hogy eltűnnek ezek a rovarevő madarak, ezzel megnöveszik az esélye annak, hogy olyan új ritka, vagy olyan új rovarfajok, amelyek betegségeket terjesznek, el tudnak jobban szaporodni. A betegségeket, vírusokat terjesztő rovarok elszaporodása tehát komoly veszélyt jelent a lakosság számára is. Az is plusz kockázat, hogy ha majd nem a madarak pusztítják a rovarokat, akkor egyre több kemikáliát kell használni, ami akár a méheket is elpusztíthatja. Mindenki tehet azért, hogy ez a helyzet visszaforduljon, vagy legalábbis lassuljon. Nyilvánvaló, hogy sok ember számára kedvezőtlen, kellemetlenség, hogyha a fecskefészek alatt ott piszkot talál, van erre megoldás, fecskepelenkának hívják, amivel lehet ezt limitálni. Az, ami az embernek egy kellemetlenség, ezek a madaraknak az életet jelenti. Hiszen nem tudnak időben elkezdeni költeni, vagy zavarják a költésüket, még kevesebb jön vissza a következő években, tehát segítenek a költésüket, minden lehetőséget meg kell adni, hogy tudjanak költeni, ne akadályoztassuk ebben a tevékenységükben. Nem csak a fecske az egyetlen áldozata annak, hogy egyre nagyobb területeket foglal el az ember a természetből. A füsti és molnár fecskék mellett a megyénkben régen nagy számban előforduló parti fecske állománya az utóbbi években a 10%-ára csökkent. 15 produkcióban mutatták be tudásukat a tanulók a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium népzenei pályázati hangversenyén. Azok a zeneművészeti tagozatos diákok vettek részt a versenyen, akik a fél éves vizsga meghallgatáson a legjobban szerepeltek. A műsor végén a zsűri által legjobbnak ítélt növendék Universitas gyűrűt kapott. Széki magyar dallamokat játszanak a fiatal művészek hegedűn, brácsán és csellón. Ez volt a már hagyományosnak számító népzenei pályázati hangverseny első produkciója, amelyet még 14 másik követett. A Művészeti Szakgimnázium zeneművészeti tagozatának diákjai közül azok vehettek részt a versenyen, akik a fél éves vizsga meghallgatáson a legjobban szerepeltek. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zeneművész tagozatán többfajta tanszak is működik. Klasszikus zenei képzésünk, népzenei képzésünk és gyakorlatos színész képzésünk is van. 87 diákunk van jelenlegi tanévben az iskolában, és mind a 3 tagozatra figyelünk, hogy a tehetségek gondozása és támogatása meglegyen. Erre a megyei önkormányzat is figyel, hiszen fontos, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét tehetséges művészek képviseljék ország és világszerte.
több szempontból is nagyon fontos, és ettől talán még fontosabb a művész képzés, és azok a kovász helyek, ahol a gyerek palánták, vagy a művész palánták ki tudnak teljesedni, meg tudják mutatni a valójukat, meg tudják mutatni azt az énjüket, amelyel aztán, hogyha kiteljesednek, majd hozzá tudnak járulni egy-egy településnek, egy-egy közösségnek, vagy akár egy megyének, vagy az országnak a társadalmához, hiszen művészetek nélkül nehezen elképzelhető, egyáltalán semmilyen közösséget nem tudunk elképzelni művészetek nélkül, és ezért nagyon fontos az, hogy áldozzunk a művészetekre, és áldozzunk a művészetekben kiteljesedő emberpalánták nevelésére. És hát a művészeti szakgimnázium pontosan egy ilyen kovászműhely, hogyha nevezhetjük ennek, és ezért nagyon fontos az, hogy itt legyünk, jelen legyünk, figyeljük őket, és lehetőségeinkhez mérten pedig támogassuk is őket. A hangverseny végén a zsűri értékelése alapján legjobbnak ítélt versenyzőnek Richter Pál, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének vezetője adta át a Universitas gyűrűt. A legjobbnak járó ékszer egy gravírozott jutalom, amelyben a Rögös az út a csillagokig felirat ad további erőt a folytatáshoz a növendéknek. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A debreceni és a Kígyó utcai csomópont átépítése során alakították ki a Kígyó utcán 243 folyóméter hosszban a kerékpárutat. Bár sokan nem értették, hogy miért így, ez a kialakítás valójában a Kressz szerint szabályos. A Kígyó utca négy szem előtti festés a gyalog és kerékpárút szétválását jelöli. Elkezdődtek a Nyírbátori járási hivatal leendő épületének átalakítási és felújítási munkálatai. Az 540 millió forintos beruházás várhatóan ez év szeptemberére elkészül. A fejlesztés eredményeként már egy korszerű, modern, minden igényt kielégítő épületben kezdhetik meg a munkát a hivatal dolgozói. 2020-tól jelentősen csökkennek az uniós támogatások, ha elfogadják az Európai Bizottság tervét. Amennyiben ez megvalósul, sok magyar gazda megélhetése kerülhet veszélybe. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara május elejéig tartó aláírás gyűjtésével nyilvánítja ki álláspontját. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 8-án, pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, esti kisebb eső, zápor egyaránt előfordulhat. A nyugati majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Esőzápor egyaránt előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. Gyenge kettős fronthatás várható, többeknél tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás ingadozás. Megnövekedhet a reakcióidő. A következő napokban többször is elérik a Kárpát-medencét időjárási frontok. Hatásukra általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak rövidebb időszakokra süthet ki a nap. Főleg vasárnap és hétfőn számíthatunk több helyen csapadékra, délnyugaton akár 10 mm-t meghaladó mennyiség is hullhat. A szél gyakran lesz erős, olykor viharos széllökések is előfordulhatnak. Hétfőre több fokkal csökken a hőmérséklet, amely még így is kevéssel az átlag felett alakul.